Sok szeretettel köszöntelek, én Rolix vagyok, és ez itt a Tikék kalandpályás sorozatom második évada, amelyben bármelyik pálya akár 100 000 forinttal is gazdagodhat. És csak rajtatok múlik, hogy melyik készítő pontosan mennyit kap. Egyébként valami óriási érdeklődés volt az előző epizódra, mondjuk szerintem is tökéletes volt Rozon pályája, ám fontos kiemelnem, hogy ez nem egy verseny, tehát a pályák külön-külön lesznek díjazva, és Dr. Végszó inkább motiváljon arra, hogy te is készítsd el a kalandpályádat. Például, hogyha most elkezded és komolyan foglalkozol vele, akkor simán kisülhet belőle egy mikulásos vagy karácsonyi pálya. Ebben a videóban megismerkedhetsz az alapokkal. A sorozat támogatója a World of Tanks, és októberben a Tikék díjakról most még csak akkor szavazhatsz, ha a leírásban lévő linken letöltöd, aztán csinálsz egy képernyőképet a játékban, amit elküldesz a rolixfotókukac@gmail.com-ra. Tudod mit? Kisorsolok egy eredeti Minecraftot azok között, akik ezt most októberben megcsinálják és szavaznak. Nos, a második pályánk ezzel a kis köves kezdőszobával nem más, mint a rejtélyes G. Vagyis gyilkos vagy gyilkosság. Köszönöm szépen Enbotinak a pályát, és akkor szerintem ne is húzzuk tovább a szót, beállítások. Látótávolság hadcsánk, a pálya 1.20.1-ben készült. Texture pack. Ha itt egy szürke táblát látsz körülötte fehér vonalakkal, akkor bent van, ha egy töltve táblát és láncokat látsz, akkor töltsd a texture packet, hát én ugyebár letöltöttem, ez így szépen meg is van, és ellenőriztük is. Aztán szín, magyarázó, kék, a karakterek neve, világos zöld teleportál, arany kattintható szöveg, sárga feladat, szürke gondolat. Rendben, indítsuk is a pályát. Kicsit még álmos vagyok. Megnézem, jött-e munka a telefonomon. Feladat, nézd meg a telefonod. Wow, micsoda kis bunker szobában vagyunk. Kőtégla mindenhol. Micsoda lakótelep, atya isten. És telefon. Na, nézzük is meg. What? Telefon, gyere! Így kell felszedni. Wow, munkák, Google, Instagram, YouTube. Hát akkor legyen a munkák. Varga Kristóf, vagy vissza a főoldalra. Hát legyen Varga Kristóf. Jó napot, eltűnt a fiam, kérem segítsen. Cím megtekintése. Cím kerek alma 15. Elfogadás. Ez két házzal arrébb van. Gyorsan oda megyek. Menj a kerek alma 15-re. Itt szétnézzek esetleg. Lesz kajánk, rendben. Egy kis kaja sosem árt, pontosan. Hát ez egy kis végtelenül egyszerű szoba. És itt a folyosó. Le. Hát akkor menjünk le. És fel, vissza is lehetne menni. Oké, ez egy ilyen teleportálós lift. És hát azt a mindenét. Ez aztán a kőtégla város. Mi lakunk a Kerekalma utca 19-ben, ahány éves vagyok. Aztán itt a 17-es, és valóban a 15-ös az utána kell, hogy jöjjön. Nem tudom, hogy hányadikon lakik, megnézem a kaputelefonon. Feladat, nézd meg a kaputelefont. Lakatos Fernando, vagy Varga Kristóf. Hát akkor hívjuk a kettest. Haló, ki az? Jó napot, én vagyok a nyomozó. Rendben, akkor beengedem. Jó, feladat, menj fel a második emeletre. És csak a lift van itt lent. Második, kimegyek, és... Ó, micsoda úriemberről van szó. Kicsit azért meg van lepődve a szeme alapján. Jó napot, Varga Kristóf vagyok. Rolix Reston vagyok, mi is történt? A velem szemben lévő házban él a fiam. Este hallottam valami hangot, átmentem hozzá. Nem volt ott senki, de az egész ház fel volt dúlva. Értem, megnézhetem az egész lakást? Természetesen, de én nem merek oda visszamenni. Itt a kulcs, és menjen a szemben lévő ház második emeletére. Rendben, köszönöm, viszlát, viszlát. Hát ez eddig elég érdekes. Úgy tűnik, hogy egy nyomozó bőrébe bújtunk, és ez a pálya a krimi műfajon alapszik, azok az ilyen nyomozós sztorik. És hát azt mondta, hogy menjünk a szemben lévő házba. Itt van a szemben lévő ház, Kerekalma utca 14. Húha, második emelet. Nyitva van az ajtó. Ez az első felfedezés. Ajjajjajjajjaj. Nézzük csak, ez eléggé feldúlt, pont ahogy Mr. Kristóf mondta. Feladat, keress egy nyomot. Hát mit ne mondjak, itt vannak nyomok. Ó, papír, papír. Wow, emlékeztető. Ne felejtsd el a ködöt, OTP 1357. Hát, akinek ez a kódja, szerintem most változtassa meg. Aztán mi van még itt? Papír és papír. Telefon. Tessék. Google Game Launcher X. Legyen a Google. Kereső. Keresési előzmények. OTP, Happy Mod, YouTube. Törölt keresési előzmény. OTP. Bejelentkezés, adatok beillesztése. Az adatok beillesztéséhez meg kell adni a biztonsági jelszót. Na hát ezért ne írjátok föl sehova a jelszavatokat. Sikeres bejelentkezés. Jelenleg jegyenleg mínusz 495 000 forint. Számla történet, bankkártyás vásárlás 500 000 forint. Utalás, fizetés, igen. Úgy tűnik, hogy adósságban van a számla. Mert negatívban van az egyenleg. Fizetés, bankkártya, hely, kaszinó. Hát akkor már tudjuk, hogy miért. Cím Romos Lajos utca 1. Összeg 500 000 forint. Kilépés. Úgy látom, nagy tartozása van. Gondolat, meglátogatom ezt a bizonyos kaszinót. Ez nem tudom merre van. Bekapcsolom a GPS-t. Feladat, menjen a kaszinóba, a Romos Lajos 1-re. Hát, hogyha itt nincs más teendő, akkor indulok is. Mondjuk nem tudom, milyen GPS-ről beszélt.
Utálom a gombos ajtókat, gyűlölöm. Ó, hogy ez a GPS. Odasüss, milyen technikai megoldás ez. Mikor rálépek, akkor így besüllyednek. Nagyon menő. Ez nagyon jó lett. Nem úgy működik, mint egy tényleges GPS, de azért teljesen korrekt. Egy utcával úgy tűnik, hogy arrébb kerültünk, és megyek is erre. Mi ez itt a földön? Egy újság darabja. Ó, és tényleg, olvas. Hírek, heti akció, kenyér, újabb gyé szerzett a gyilkos. Húha. Azt hiszem kezd egy kicsit gázos lenni a helyzet. Ó, de szép ez a kis térképecske. És közben a GPS vonalat követve, ami már el is tűnt, eljutottunk a Romos Lajos utca 1-re. Húha, fura, csatlakozott a telefonom a netre, de még sosem jártam itt. Akkor megnézem, hogy mi volt a hír. Ó, minthogyha frissült volna a telefonom, és valóban, mert már a Google-t mutatja kattinthatóan. Google, keresés, hogyan legyél nyomozó, hogyan buktass le egy rablót, hírek. Heti akció, újabb gyilkosság. Hoppá, hoppá, újabb gyilkosságot szerzett a rejtélyes gyilkos. A gyilkos a rejtélyes G nevet viseli, és az átlagos jeleit hagyta ott, például darabjaira szedte az áldozatot, ott hagyta a rejtély szót. Fontos, hogy minden direkt van így, tehát lehet, hogy a gyilkos az nem igazán tud helyesen írni. Felcserélte ugye már a pontos, meg az elipszilonos J-t. Ebben a városban senki se tud helyesen írni, jajjal meg is állapítottam. Ó, micsoda pókerasztal van itt a kocsma sarkában. Szerintem helyet is foglalok, mert hogy megszólalt valaki a pókerasztalnál. Valaki. Hey, Willikém, nincs kedved egyet játszani? Willy? Én nem Willy vagyok, én a Rolex Restone vagyok. Bocsánat, lehet, hogy összetévesztettelek valakivel, pedig kiköpött Willy vagy. Az a rusnya, póló, meg haj. Gondolat, ezt inkább meg sem hallottam. Rendben, egy embert keresek, Varga Mihálynak hívják. Mert is keresett? Az apja megkért, hogy keressem meg. Értem, jó embernek tűnsz. Elmondom, hogy mit tudok, ha cserébe megteszel nekem valamit. Eltűnt egy emberem, és ha megtalálod, akkor elmondom, mit tudok. Rendben. Oké, menj a raktárhoz, és mondd, hogy Carlos küldött. Oké, de előtte körbenézek. Nézzé! Rendben, körülnézünk ebben a csodálatos romkocsmában. Ezek csak játékgépek, biztos tele vannak pénzzel. És itt vannak a félkarú rablók. Zseniális. Jó napot, Rolex Restone vagyok. Érdeklődés szeretnék egy... Nem érek rá. Csak annyit szeretnék, hogy... Nem érek rá! Oké, viszlát. Csapos, ebből sokat tudtam meg. Rá akartam volna előzni ezt az eléggé érdekes pacákot, de hát úgy tűnik, hogy nem engedte. Ó, micsoda kis rulettasszal van itt. Férfi mosdó felújítás alatt. Hát igen, ezen látszik, hogy felújítás alatt van. Húzzunk innen szerintem. Tegyük meg, amit kért a valaki ott az asztal főnél. Sziasztok. Őr, elnézést, ide nem jöhet be. Gondolat, mit csináljak? Mondom, hogy Carlos küldött, vagy elmegyek. Mondom, hogy Carlos küldött. Bocsánat, nem tudtam. Menjen csak be. Köszönöm. Elsőr, te mikor mész a B2 raktárba? Most nem vagyok beosztva oda. Mivel ez egy krimi, ezért fontos minden részletre figyelni. Kulcs, letehető erre repedezett kültégla. Az igen, gondoltam végignézem a látákat. Az elsőben meg is lett a kulcs. Rendben. Szuper. Az ajtó be van zárva, mert megtaláltam a kulcsot. De hova kerültem most? Jesszusa. Terv, megkeresem Carlos emberét, és utána nyomozok Mihály után. De először ki kéne jutnom innen. Keres kiutat. Ez a fekete gomb, ez micsoda? Semmit nem tudott természetesen. Gondolat, nem tudok kimenni. Talán ha ezeket a száraz leveleket le tudnám vágni, akkor kijuthatnék. Keres valamit, amivel levághatod a leveleket. Talán ha fel tudnék menni ezeken a leveleken, akkor be tudnék menni a kertészetbe. Hát jó, följövünk ide. Ó, csodálatosan látjuk ezt a szép várost. Atya Isten, mi van itt? Papír. Próbálok semmit nem figyelmen kívül hagyni, mert lehet, hogy lenne valami nyom. Ó, hoztam egy eszközkeretet is. Minden információra szükség van. Gondolat, kicsit megviselt, de ez az olló jó lesz. Metsző olló. Húha, menj vissza a levelekhez, rendben. Én megyek, és már itt is vagyok. És kitöröm ezeket a leveleket. Szuper! Az őrök a B2 raktárról beszéltek, megyek megnézem. Menjél a raktárakhoz. Ó, és hol vannak a raktárok? Ezekhez nincs GPS, de van GPS. Megjelent! GPS! Yay! Miért beszélhettek az őrök a B2 raktárról? Mi lehet itt vajon? Ez itt az A, ez pedig a B oldal, és gyanítom, hogy ez lesz a B2. Igen, bemenjek, vagy nézek még körbe? Még körbe nézek. Most csinálunk valami mást, mint ami az átlagos válasz lenne. Itt a C1-es,
tulajneve nem annyira látszott. A2-nek nincs tulaja, aztán mi van az A1-jel? Tulaj Erős Erika, aztán B1, az tulaj Geológus Géza, csodálatos nevek, és egyébként ennek a tulaja Carlos. Tehát a B2 raktár az Carlosé. Rendben, szerintem menjünk be. Raktár. Így néz ki a raktár. Kicsit körbenézek, azt nem mond, hogy minden dobozt itt végig kéne néznem. Az ugye egy kicsikét szenvedős lenne, atya Isten. Itt mi történt? Átnézem, hát ha rájövök valamire. Atya világ! Egy test! Kicsit sok a vér a test körül. Hát azt veszem észre. Ez Carlos embere, ahogy látom. Hát valóban ott van rajta a szemüveg a cupákon. A rejtélyes gyilkos lehetett, mert szét van vágva a test részeire. Atya Isten! A rejtély felirat. Ez egy nyom, hogy a rejtélyes gyilkos volt a tettes. Elég kegyetlen. Maga, kezeket fel, forduljon meg, ki maga? Royce Reston vagyok, egy szabadúszó detektív. Értem, én merőjenő rendőrfőkapitány vagyok. Mit is mondott, mi a neve? Royce Reston vagyok. Talán láttam magát, hogy került ide? Egy embert keresek. Értem, majd holnap nézzem be a rendőrségre, hát ha segít valamiben. Rendben, köszönöm, menj ki a raktárból. Ha micsoda rendőrcsávó, ott van a kezében a pisztoly, szerintem én inkább húzok. Igaz, nyomozó vagyok, de hát, na. Gondolat, mi legyen? Kimenjek vagy maradjak? Hát, kimegyek. Város. Enboti, a készítő szól hozzánk, pszt, itt a fejedben. Ha nem akarsz sétálni, akkor kattints ide. Na jó, oda kattintok, köszönöm szépen a segítséget, és most visszadobott minket a kocsmához, mert hogy megmondjuk Carlosnak, hogy mi lett az emberével. Vilikém, megjöttél, milyen híreket hoztál? Még mindig Rolex vagyok, és nem Vili. Oké, csak szívatlak. Rendben, az embere halott, és a rejtélyes G volt a tettes. Értem, reméltem, hogy csak elrabolták, vagy valami, de nem. Valamit nem felejtettél? Ja, tényleg, ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Mondom, mit tudok. Mihály egy szerencsejáték függő volt. A legtöbbet nálam verte el a pénzét, és még mindig tartozik. Mentem vele beszélni, de nem volt otthon. Feldúltuk a lakást, de nem találtunk pénzt. Ezért elmentünk. Nem tudom, hogy hol van. Értem, köszönöm. Ez csak annyira volt hasznos, hogy tudom, miért van feldúlva a ház. Még átnézem újra Mihály lakását, és utána hazamegyek. Amúgy oké, hogy tartozott ennek a valakinek a Mihály, de attól függetlenül az, hogy feldúlták a teljes lakását a pénzért, hát nyomozóként elég fura fejlemény. Jaj, közben be is esteledett. Wow. Menj Mihály lakásához, vagy teleportálj oda. Oda teleportálunk. Kerek Alma utca 14. Be is megyek, fel a második emeletre, és nem tudom, hogy miért kellett most ide visszajönnöm, hogy még egyszer megnézzem, de itt vagyok. Gondoltam, vér is van itt, úgyhogy valakik veszekedtek, és még vér is fogy. Álmos vagyok, hazamegyek. Rendben. Hol is lakunk mi pontosan? Ha jól tudom, akkor ebben a végében. Igen, jelzés egyébként nekünk az a kis ezüst moly egy kerettel. Nos, hát akkor fölmegyek, aztán bemegyek a saját lakásomba. Ahogy bemegyek, lefekszem az ágyba. Menj be az ágyba. Akkor alszunk egy nagyot. Másnap. Mi történt? Hol vagyok és miért fáj a fejem? Oké, ez egy raktár, ahogy látom, de vajon melyik és kié lehet? Mikor kijutok, akkor megnézem. Feladat, juss ki a raktárból. Segítség, ha kell, akkor kattints a szövegre. Hát remélhetőleg nem kell, és remélhetőleg nem esünk le. Jó, tegyük fel, hogy nem láttunk semmit, és próbáljunk meg kijutni valahogyan. Remélhetőleg valahol van valami, mint például egy repedezett kőtéglára letehető téglalap. Ó, már akkor értem, hogy hogyan fogunk kijutni innen. Ide szépen beshiftelünk. Remek. Na, akkor már csak ki kell mennem az ajtón. Nem már. Itt mi történt? Még egy test. Lássunk munkához. Fura, kevés vérfajt. Lábai külön vannak a testtől, és itt a rejtély szó. A test. Fura, nem lett jól szétvágva. Nem mondom, hogy nem lett megcsonkítva, de mégis. Hú, ez is kezd ilyen végszós lenni. Nem vagyok benne biztos, hogy a rejtélyes gyilkos volt-e vagy se. De feltételezzük, hogy ő volt, és végig gondolom, hogy mi történhetett. Utána meg megpróbálok kijutni. A készítő, üdv a fejedben, mint ahogy látod, teljesen sötét, de ezért vagyunk itt, hogy megtöltsük valamivel. A lényegre térve itt tudod végig gondolni, hogy mi történt és mi lehet a megoldás. Káposztalé. Na jól van, a fejünk rendesen meg van töltve káposztalével. Szuper. Ezt nem kellett volna most megenni, vagy meginni. Szóval, tovább. Ó, megnyílt egy út. Rendben. Vér? Hogy kerültem oda? Összerakás. Kezdjük a vérrel. Kevés vér folyt, nem tudom miért. Tovább gondolás. Végig gondolom. Feladat, válasz ki a helyes megoldást. Gondolat 1. Lehet, hogy sietnie kellett. Gondolat 2. Lehet, hogy nem a gyilkos volt, és csak rá akarják fogni.
Gondolat 3. Lehet, hogy jött valaki. Na ez a megoldás tetszik, tehát egy nyomozós pályán konkrétan a játékos van gondolkodtatva, nekünk kell gondolkoznunk, hogy mégis mi történhetett ebben a helyzetben. Arra már gondoltunk korábban, hogy lehet, hogy nem a gyilkos volt és csak rá akarják fogni, szóval lehet, hogy sietnie kellett? Vagy lehet, hogy jött valaki? Hát lehetséges, hogy jött valaki. Ez lesz az. Mert? És akkor megint kínál 3 gondolatot. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon tetszik. Tehát jött valaki, mert én is ott voltam, vagy nincs jól szétvágva a test, vagy le vannak verve a dobozok. Hát a nyomok alapján nincs jól szétvágva a test. Ez lesz az, nézzük a következőt. Hú, szuperek vagyunk, a vért már meg is fejtettük. Hogy kerültem oda? Gondolat 1, lehet, hogy oda mentem? Lehet, hogy elraboltak? Nincs több megoldás, ez vagy az lehet. Első gondolat, vagy második gondolat. Tehát oda mentem, vagy elraboltak? Hát szerintem inkább elraboltak. Nem lehet ez, ha valaki hozzám ér, akkor felkelek. Na, most hibáztunk, akkor a másik az. Ezt jobban el tudom képzelni, de miért mentem oda? Gondolat 1, lehet, hogy sétáltam és megláttam valamit. Gondolat 2, lehet, hogy hallottam valamit és oda mentem. Gondolat, lehet, hogy hazafele megláttam. Amúgy ez elég fura, hogy én mentem oda, mint nyomozó, de nem emlékszem arra, hogy oda mentem, és most fejtegetem, hogy miért mentem oda, tehát ez egy ilyen érdekes, nem tudom, erre még várok megoldást, vagy magyarázatot, vagy valamit, de mégis mi történhetett? Mivel a pályán nincsenek annyira hangok, ezért a hangot kizárom, és lehet, hogy sétáltam és megláttam valamit. Nem lehet, mivel az utolsó emlékem az, hogy aludtam. Akkor lehet, hogy hazafele megláttam? Ez sem lehet, lehet, hogy hallottam valamit és oda mentem. Ez lesz az. De miért nem emlékszem arra? Hát ez tényleg teljesen logikátlan volt, úgyhogy valóban kérdéses, hogy miért nem emlékszem mindenre. Most már tényleg ki kéne deríteni. Első gondolat, lehet, hogy agymosást hajtottak végbe rajtam. Második gondolat, lehet, hogy hipnózist alkalmaztak rajtam. Harmadik gondolat, lehet, hogy elaltattak és összementek, majd bementek a fejembe és kivették a fejemből az emléket. Mi van? Jó, szerintem nézzük meg az agymosást. Hogyan tudták volna ennyi idő alatt megcsinálni? Jó, mondjuk ez egy hosszú távú folyamat. Hipnózis esetleg? Nem hiszek az ilyenekben. Akkor a harmadik. Lehet, hogy túl sok sci-fi filmet néztem. Egyik sem az. Nem tudom, hogy mi történhetett. Hát most már én sem tudok semmit. Azt a videót pedig én vagyok a nyomozó. Á, már megint a fejem. Megvan. Tovább. Ó. Fejfájás. Bónusz. Ráesett egy doboz a fejemre, és enyhe agyrázkódásom lett. Igen, ez az. Már csak össze kell raknom a történetet. Nézzük is. Ó, kaptam egy gombot, és le is tudtam tenni. Aszta. Mi is történt először? Első gondolat, séta közben megláttam valamit a raktár körül, és elindultam felé. Második, felébredtem, megláttam valamit a raktárnál, és elindultam felé. Harmadik, valami furát láttam valamit a raktár felől, és elindultam oda. Mivel aludtam előtte, ezért szerintem a felébredtem kezdetű lesz a helyes, aztán megláttam valamit a raktárnál, és elindultam felé. Mondjuk eddig a hallás volt a helyes, hogy meghallottam valamit, de ez lesz az, igen. Mi lehetett a második? Első, a rejtélyes gyilkos éppen végzett az áldozatával, és elkezdte szétvágni a testet. Második, valaki megölte az áldozatot, és rá akarta fogni a gyilkosra, ezért elkezdte felírni a rejtély szót. Harmadik, a rejtélyes gyilkos éppen végzett az áldozatával, és elkezdte a rejtély szó felírását. Melyik lehet a helyes? Húha, a nyomokból kiindulva éppen végzett az áldozatával, és elkezdte szétvágni a testet, mert ugyebár nem végzett ezzel a munkájával teljesen. Azt, hogy valaki más tette, azt már talán kizárhatjuk. A rejtély szó az meg már ott volt, tehát a harmadik sem lehet, tehát az első lesz a helyes. Mi? Nem a testet vágta szét? Fú. Hát akkor a harmadik lesz, éppen végzett az áldozatával és elkezdte felírni a rejtély szót. Ez az. Mi lesz a harmadik? Első, beírtam a raktárba és a gyilkos nem fejezte be a testet, de meglátott és harcoltunk és én nyertem. Hát ez eléggé irreális gondolat. Második, beírtam a raktárba és a gyilkos nem fejezte be a szöveget, de meglátott és meglökött, majd a fejemre esett a doboz. Harmadik, beírtam a raktárba, a gyilkos nem fejezte be a testet, de meglátott és meglökött és a fejemre esett a doboz. Mivel a szöveg már be volt fejezve, ezért a nem fejezte be a testet, de meglátott és meglökött és a fejemre esett a doboz, lesz elvileg a helyes. Ez felel meg a körülményeknek. Nézzük a történetet. Történet. Először felébredtem és a raktároknál megláttam valamit és oda mentem. A rejtélyes gyilkos végzett az áldozatával és elkezdte a szöveget beírni. Mire beírtam, a szöveget már befejezte és elmenekült és az én fejemre ráesett egy doboz. Ennyi. Kilépés a fejedből. Nézzük, hol hagytam abba. És itt is vagyunk a testnél, ahol elkezdtünk gondolkodni, hogy mégis mi történt. Ez a nyomozás, ez nehezebb, mint hinnénk. Oké, most követve a pálya logikáját, szerintem érdemes lenne szétnézni. Ide nem lenne jó beragadni. Hoppá, hoppá. Jó kis jumpokat végrehajtunk, és tudunk így haladni, csak persze ügyesnek kell hozzájuk lenni. Rendben. Ott egy lyuk. És ott egy kar. Wow.
Kinyílt a kapu? Feladat, menj ki a kapun. Hát akkor menjünk ki. Város. Gondolat. Végre napfény. Hogyan tovább? Találtam egy testet, elmegyek rendőrségre jelenteni, nem mondok semmit, hogy mit tudok róla, és hát ha megtudok valamit Mihályról. Utána meg ha van még időm, akkor elmegyek a hírek szerkesztőségre. Menj el a rendőrségre. És közben megjegyezzük, hogy ez a C1-es raktár volt, ide tett ki minket, úgyhogy ez szerintem eléggé fontos info. GPS működik, megyünk a rendőrségre, és a terv az, hogy nem mondunk semmi hasznosat nekik, hát ez egy felettébb érdekes terv egy nyomozó részére. Minden esetre itt vagyunk, közben meg valakik itt sztrájkolnak, az igen, az nem semmi. A túloldalon pedig itt a rendőrségtől jobbra van egy fegyverraktár, tehát miért itt tárolnák a fegyvereket kívül? Atya ég! Na jó, menjünk be a rendőrségre. Wow, van itt bal oldalon börtön, cella, bemerjünk mi ide menni. A fehér ágy, remélem életfogytiglant kapott. A fehér ágy az miért ismerős nekem korábbról? Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy itt vannak cellák, meg hát a csávónak már egy embere itt be van zárva. Na jó, szerintem menjünk át az ebédlőbe, mert miért is ne. Az igen, itt vannak ilyen malac rendőrök, természetesen fánkkal a kezükben. Egyik malac a másiknak. Milyen mértékességgel mérik le a malac hosszúságát? Mivel? Röffel. Hát ez nem volt annyira vicces. Ó, kit látnak szemeim? A csapos. Te itt? Csapos. Igen, én vagyok, mert meg kell élni valamiből, és ha nem látnád, ügyfelem van. Nem lett kedvesebb. Van valami a ládájában? Pohár, víz, nincs hatás, és fánk. Ez az, lett fánkunk. Húha, szerintem menjünk fel. Jézusom, itt van a fő tekes malac. Figyelem emberek, ahogy jelt kapunk, lemegyünk feloszlatni a tömeget. Nem kolbászolunk, hanem harcolunk. Legyetek készek, tekes malacok. Igen, uram. Inkább hagyom őket. Úgy látom, a pálya készítőjét megihlették a diáktüntetések. Kutató osztály. Ez az a hely, ahonnan elvették a székeket. És a képeknek a régi Windows XP-s képe van. Zseniális, zseniális. Régi szép idők, nosztalgia. Hát oké, a kutatóteremben nincs túl sok minden a gépeken kívül. Főnök irodája. Na, szerintem ezt kerestük. Merő Jenő. Rolix, megjött? Már vártam magát. Igen, gondoltam, hát ha tudnának segíteni. Nekünk miért éri meg? A C1-es raktárban van egy test. Értem. Lenne egy olyan kérdésem, hogy járt már a kórházban? Még nem. Akkor nézzem be. Rendben, köszönöm. Szívesen, de majd jöjjön vissza és mondja el, hogy mit talált. Idegesnek néznek ki, lehet, hogy a sztrájk miatt. Még jó, hogy vannak tekes malacok felkészítve. Hát mondjuk nem annyira idegesek, de oké. Ja és ez... Ó, itt van a hacker. A rendőrségnek a belső titkos programozója, szerintem őt nem is zavarjuk a munkában. Rendben, hát akkor valamiért a kórházba küldtek minket, menjünk le, és kövessük a GPS-t, megint megjelent ez a füstjel. Konkrétan a rendőrséggel szemben van a kórház. Hol kéne elkezdeni? Talán a földszinten. Nézz körbe a földszinten. Rendben. Vasajtók és vasajtók és még több vasajtó. Miért nincs itt senki? Lehet a fenti szinten lesz valami. Menj fel a felső szintre. Hát jó, miért van ilyen sötét? Újjaj, feladat, menj be az utolsó szobába. Húha. Itt azért történtek dolgok. Ajjaj, vérfoltok mindenhol. Valahogy gondoltam, lássunk munkához. Fűha. Nem spórolt a vérrel. A test szét van vágva, és a fejét nézve már egy ideje halott lehet. Hát valóban nincs túl jó állapotban. Oké. Ez nagyon furcsa, mert csak egy J betűt írt le, úgyhogy lehet, hogy sietett. És az ágyban is van maradvány, és itt egy csapdaláda. Ez lehet, hogy a tettesé. Ez csak papír, 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 adatlap. Név Villám Vilmos, cím Kerekalma utca 19 második emelet. Utolsó jelentés, Vilmos kint volt a konyhában, és azt állította, hogy nem tudja, hogy került oda. Betegsége Vilmosnak diszociatív személyiségzavara van. Rákerestem, és emiatt a személyiségzavar miatt az embernek két vagy akár több személyisége lehet saját névvel és emlékezettel. Ez nagyon fontos a történet megértéséhez, és így már kezd összeállni a kép. Amúgy durva, hogy ez egy ritka, de létező jelenség. Ezt akkor szerintem eltesszük. Papír, papír, adatlap második oldal. Pszichopataság jeleit is kezdjük tapasztalni Vilmoson. Jó tudni, jó tudni. Mindent megnéztem, itt az ideje átgondolni tovább. Készítő kérdezi, visszajöttél? Ennyire hiányoztam? Itt vagyunk a fejünkben. Nos, az előző gondolatmenetünk után megjelent egy másik is, szóval szerintem lássunk munkához. Test. Réginek nézett ki a test, de vajon miért? Tovább gondolás. Lehet, hogy így nézett ki alapjáraton, sietett, rég meghalt. Eddig azt feltételeztük, hogy rég meghalt, úgyhogy harmadik gondolat. Ez lesz az, mert az egész kórház eléggé elhagyatott. Nézzük a másikat. Adatlap, ez Villám Vilmos adatlapja, és lehet, hogy ő a rejtélyes gyilkos. De mindjárt kiderül. Tovább gondolás. Miért is lehet a Vilmos a gyilkos?
Első gondolat, mert nincs más gyanúsított. Második, mert pszichopatasság jeleit tapasztalták nála, meg mert a jelek szerint ő ölte meg az orvost. Harmadik, mert Villám a vezeték neve. Melyik a jó? Hát, mivel pszichopatasság és a jelek szerint ő ölte meg, akkor szerintem a második lesz. Ez az, az adatlap második oldala bizonyítja. Ha már az adatlapot illeti, a címe ugyanaz, ami az enyém. Miért? Amúgy furcsáltam is, hogy ő is Kerekalma utca 19-ben lakik. Nézzük a lehetséges opciókat. Mert ő én vagyok. Mert ő az előző lakos. Mert ővé a lakás, én meg albérletben vagyok. Mondjuk ő az előző lakos. Mióta megépült, én lakom ott először. Akkor, mert ő én vagyok. Nem hinném. Akkor, mert ővé a lakás, én meg albérletben vagyok. Én vettem meg a pénzemből. Akkor mi lehet? Megint egyik sem helyes, elmerülés a gondolataimban. Enboti a készítő, te mit keresel itt? Nem kéne itt lenned. Miért? Mert itt olyanok vannak, amiket nem kéne látnod. De engem érdekel. Oké, megnézheted, ha teljesíted ezt a nagyon nehéz kihívást. Ajaj, itt egy csík. Elfogadom a kihívást. Ha? Ennyi? Igen, az agyadban vagyunk, nincs elég dolog, amit akadálynak használhatnék. Térj a lényegre! Oké, készen állsz a titokra, amit el akartam rejteni előled. Igen. Én te vagyok. Ne, ez nem lehet. De igen. Hogy mi a rejtélyes tökkelütöttség van? Nézzük, mi történt. Először, és Enboti a készítő mondja, hogy elmondom, mi történt. Meg akartam lépni a kórházból, de rám támadt az orvos, és megöltem, egy kicsit elszórakoztam vele, nem mondom, hogy nem élveztem. Utána leléptem, megvettem a lakást, és bujkáltam. Amikor unatkoztam, akkor elintéztem pár embert. Ártatlanokat öltél? Nem, mindenkit okkal öltem meg. Mondj egy okot. Pénz. Kérdezed, vagy mondod? Mondom. Mindegy. Menjek a szerkesztőségre. Miért? Én mindent elmondok, amit akarsz. Talán azért, mert a rendőrségre nem mehetek, és az a másik hely, ahová el akartam menni. Ja meg, mert nem bízom benned. Kilépés a fejedből. Feladat, menj a hírek szerkesztőségre. Fúha, ez a kórház, ez eléggé félelmetes egy hely, főleg a második emelete. Irány a szerkesztőség. Ez lesz az. Gondolom az emeleten lesznek. Menj fel az emeletre. Fúha. Fel. Bemegyünk. Kent. Hallottad, az acélember keresi a rejtélyes gyét. Péter, igen, és te hallottad, hogy a hálószövő is keresi? Gondolat, jaj, nem, már két hős is keres. Jobb, ha meghúzom magam. Remélem, te is hallottad. Jó napot, ön a szerkesztőség vezérigazgatója? Igen, itt szeretne. Megkaphatom a rejtélyes gyéről az első cikket? Persze, cserébe mondjon valami hírt. Rendben, a C1-es raktárban van egy test. Itt van. Átvétel. Köszönöm. Vezérigazgató, szívesen. Ez szalagcím lesz a hipnózis használó bűnöző mellett. Peter Kent, indulás a C1-es raktárba. Igenis, főnök. Gondolat, oké, hiszek neked. Most már irány a rendőrség. Menj a rendőrségre. Itt egy terv. Út a sok olvasóért. Az a lényeg, hogy minél furább szalagcímet írjunk, minél rosszabbul van megfogalmazva, annál jobb. Hát ez... valóban leírja a szerkesztőségnek a munkáját. Enboti, vagyis a készítő mondja, hogy figyelj, nem muszáj a rendőrségre menned. Úgy hallottam, hogy ez az X-es csávó gazdag, biztos van valami magángépe, amit ha használunk, akkor elmenekülhetünk. Mit döntesz? Nem. Mert nem bízok benne. Elmegyek a rendőrségre. Te döntésed. Ez eléggé fura. Nyugalom, nem lesz semmi baj. Rendben. Ismét feljöttem. Hova menjek? Ó, merőjenő. Sikerrel járt? Mivel? A kórházban lévő kutatással. Ja, nem találtam semmit Mihállyal kapcsolatban, és a G-vel kapcsolatban valami. Csak annyit, hogy Villám Vilmosnak hívják. Értem, elfelejtettem múltkor mondani, hogy elkaptuk az egyik nagy gengszer emberét. Azt állítja, hogy a boltban az akció a rejtek hely kulcsa. Ha érdekli, akkor menjen oda, lehet, hogy ott lesz Mihály. Elméletileg egy bűntanyára megy, ezért kapni fog felszerelést. Benne van? Igen. Oké, kinyitottam a fegyverraktárt. Menj a fegyverraktárba, utána meg menj a boltba. Jézusom, mi történik itt? Fegyverraktár, külső fegyverraktár. Fogalmam sincs, hogy miért itt van, de... ó, tekes sisak, tekes mellpáncél és nadrág. Minden. Wow. Van itt gumibot, lőszer, pisztoly és tekes pajzs. Szuper. Felszerelkezünk, pisztolyt elővesszük, kipróbáljuk. Ó. Ez egy így hang. És tekes ruhánk van. Na ez már valami, ez tökéletes lesz az akcióhoz. És ez volna itt a bolt? Nézzünk be a boltba. Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy az akciónál van a kulcs. Mit jelenthet? Gondolom a hírek alapján heti akció kenyér. A kenyérhez kell mennünk ide a boltnak a vége felé. Van kenyér. Veszünk az akciós kenyérből egy párat. Ó, oh, kavics. Letehető erre, szürke beton. Szuper. Valamiféle rejtek helyről volt szó, de...
És komoly, ez a fal olyan furcsa lehet, hogy ha ide leteszek valamit, akkor történik valami. Ez aztán a nyomozói profizmus, és minden, ami csak létezhet. Na nyomjuk meg. Mi történik? Hol vagyok? Jól vagy? Miért? Mert úgy sikítottál, mint egy kislány. Van valami fény a lépcső alján. Húha. Ki van ott? Jöjjön közelebb. Feladat, került ki az arénát, és menj oda az emberhez. Vannak egy páron. Ajajajajaj. De csak nem Carlos. Húha. Carlos. Fili, megjöttél. Kit intéztél el a kérésemre? Itt az idő, add át az irányítást. Gondolat, nem. Carlos, én nem Vili vagyok, hanem Rolix, és azért vagyok itt, hogy kiszabadítsam Mihályt, és hogy legyőzzelek. Carlos, hát legyen. Tovább. A sata tisztességes lesz, egy az egy ellen. Oké. Bekészítjük a gumibotot. Itt van, fegyver készen létben. Kezdés. Gyere, Carlos. Carlos zombi. Gyere, ha mersz. Hú. Vége, Carlos. Ne, nem győzhetsz le. Tovább. Emberek, támadás! Jézusom, hányan vannak? Nyomjuk! Elkezdték lőni egymást! Elkezdték lőni egymást az emberei Carlosnak! Azaz, így kell küzdeni. Ennyi. Ezek a Carlosnál voltak. Mik lehetnek ezek? Nézd meg a cuccokat, amiket Carlostól szereztél. Van egy ketrec kulcsunk, letehető erre repedezett kőtégla, és van egy könyvünk is. Jegyzetek, terv. Első lépés, kiszemelni az áldozatot. Második, beszélni vele, hamis dolgokat felállítani. Harmadik, becserkészni és hipnómannel hipnotizálni. Meg is van a következő emberem. Becsukás. Ez nem lehet. De ez igaz. Honnan tudod? Ez az első emlékem, mikor megszülettem. Annyi kérdésem van, hogy ha te ma reggel születtél meg a fejemben, akkor honnan tudod, hogy mit történt a kórházban? Tényleg ki csinálta a kórházas esetet? A kórházat onnan tudom, hogy hamarabb összeraktam a dolgokat, a másokat pedig nem tudom, mivel akkor még nem léteztem. Oké, szabadítsuk ki Mihályt. Húha, Mihály! Köszönöm. Epilógus. Carlos meghalt. Mihály megkerült, elmondta, hogy Carlos vitte el a házából. Mihály újra találkozott az apjával. Vilmos még mindig a fejedben van. Elhatároztátok, hogy megkeresitek Hypnoment. De ez egy másik történet. Ha meg akarod nézni a másik véget, akkor kattints ide. Ha megláttad, akkor kattints ide. Ratadok, elérted a jó befejezést. A képen ölelkeznek. A jó befejezést értük el. Hát ezt így kell csinálni. Tehát Villám Vilmos végig a fejünkben létezett csupán. Azt mondjuk továbbra sem értem, hogy akkor miért van róla papír, hogy ő létező személy. Ez egy ilyen csattanószerű sztori volt. Valljuk be, hogy felettébb érdekesen. Nézzünk egy olyat, hogy érdekességek. Wow, és itt van a mapnek a térképe. És fura, hogy az újság nem textúrával lett megoldva, hanem térképpel. És itt is van kívülről minden. Hát az egész nagyon komoly és rendkívül monumentális lett. Iszonyatosan sok command block lett felhasználva ehhez az egészhez, még a pálya alatt is található rengeteg. Ez véleményem szerint egy tök jó kalandpálya volt, de azért tanuljunk belőle. Amit brutálisan, de nagyon-nagyon hiányoltam, azok a hangok. Ha lett volna benne bármilyen egyedi hang, vagy akár ilyen kis sejtelmes zenécske, vagy akármi kis dallam, akkor rögtön sokkal-sokkal durvább lett volna az egésznek a hatása, illetve a történet hát egy icipicit összekuszálódott a végére, tehát lehetett volna egyértelműbb a fogalmazás, egy picit felfoghatóbb és feldolgozhatóbb az egész, mert így volt benne elég sok furcsaság, amit nem igazán tudok hova tenni, illetve a textúrával kapcsolatban annyi, hogy ha vér van a pályán, akkor az legyen vér. Tehát ha van textúrája a pályának, akkor vérkinézetű legyen a vér, nem pedig reston. A gondolatos rész miatt és a sok-sok döntés és választási lehetőség miatt én azt mondom, hogy tudott nyújtani a pálya pluszt, tehát én egy ilyen 20 000 forintot adnék ezért a pályáért, de ez bizony rád is bízom, úgyhogy töltsd le ingyen a leírásban lévő linken a votot, aztán küldd el a képet a rolixfotogukasz@gmail.com-ra a játékról, és szavazd te is az űrlapon. Köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett, akkor dobj egy lájkot, mielőtt én elkapom, illetve iratkozz fel, mivel ettől csak jobb leszel. Sziasztok!